Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ahogy ígértem nektek, megint egy sminkihívást hoztam. Mondtam, hogy ebben a hónapban lesz egy pár belőle, és elérkeztünk a következőhöz. Viszonylag rögtönzött videó ötlet egyébként, amit el kell mondjak, hogy eredetileg ez a trend TikTokon indult el, de az elmúlt hetekben elkezdték youtuberek is átvenni, kezdve James Charles-szal, és pár nappal ezelőtt Niki Tutorials is kitette az ő verzióját. A James Charles-os videó óta most sikerült eldönteni, hogy hogy tudom ezt megcsinálni, hogy tudom felállítani a setupot, hogy tényleg jól működjön ez az egész. És jelenleg még kicsit furák a fények, de nem sokára meg fogjátok látni, hogy miért is van ez. Természetesen a címből már tudjátok, hogy LED fényes sminkihívást fogunk csinálni. Ami elsőre egyébként, főleg, hogyha nem láttátok a videókat, akkor semmi extrának nem tűnik. Viszont amikor először megláttam a videóötletet, őszintén megmondom, hogy nem hittem el, úgyhogy kinyitottam az egyik palettámat, és megdöbbenve vettem észre, hogy az összes szín barna, bézs, és annak az összes árnyalata, úgyhogy a mai napon LED kihívást fogunk csinálni. A hajam kivételesen egész aranyosan néz ki, viszont ez egészen eddig tartott, ugyanis még mindig nem tudok kiengedett hajjal sminkelni, úgyhogy a hajamat azonnal összefogom, és kezdjük is el. Tudom, hogy most még nagyon furák a fények, mindjárt még furábbak lesznek. Ki vannak ide készítve elém egyébként a dolgok, amikből majd később válogathatok. Igyekeztem nagyon hasonló dolgokat kikészíteni. Sajnos az alapozás az azért nem lesz annyira extra, de erre majd mindjárt visszatérek, előbb nézzük meg a fényeket. Ezek azok a színes égők, amiket direkt erre az alkalomra vettem. A nappaliban egyébként lévő Philips Hue-val leszünk kiegészítve, úgyhogy mutatom, hogy mi lesz az a három szín, amivel dolgozni fogunk. Tehát az első színünk, amivel dolgozni fogunk, az nem lesz más, mint a piros. Ezután fog következni egy zöld, és végül, de nem utolsó sorban, egy kék. Úgyhogy ezek után, hogy tudjátok, hogy mi fog történni, szerintem kezdjük is el, mert alig várom, hogy a sminknek a szem részéhez érjünk. Úgyhogy az első lépésem az egy primer lesz, amin kifejezetten nincs mit nézni. Remélem egyébként, hogy fókuszban leszek, mert elég nehezen viseli a kamera a fényhelyzeteket. Az első kihívásom, hogy a két alapozó közül kiválasszam, hogy melyiket kellene használjam. Természetesen direkt nem fogom megnézni a színkódját, és azon kívül egyformának tűnnek, úgyhogy sok sikert. Az egyetlen egy baj, hogy kifejezetten nem látom, hogy hova tettem már alapozót, és hol nem. Úgyhogy hallgatok a megérzéseimre, és mindenhol megpróbálom duplán eldolgozni. Hát ha ez segít. Az alapozom egyébként egészen jól néz ki, úgyhogy remélem, hogy a jó szint választottam ki. Ezzel a lendülettel lépünk is tovább a korrektorra, amiből egyet hoztam, úgyhogy ez biztosan jó lesz. Remélem, hogy rendesen el fogom dolgozni, és akkor nem nagyon lehet semmi baj. Következő lépésként jöhet egy kis fixálópor. Jelenleg fogalmam sincsen, hogy mennyi púdert teszek éppen az arcomra, és csak remélni tudom, hogy viszonylag jó lesz. Egyelőre egyébként tetszik, kifejezetten tetszik. Remélem, hogy jó is. Végignéztem egyébként a színeket. Pirosban tűnik a legnehezebbnek a helyzet, viszont, hogy egy kicsit változtassunk a dolgokon, most át fogunk váltani kékre, és a bronzosítást kék színben fogjuk megcsinálni. Ilyenkor egyébként elbizonytalanodom a döntéseimben. Lehet, hogy tévedtem. Egyébként a Tati Beauty palettámból
sminkelek most, és ennyi látszik belőle. Bronzosítóból is... semmit nem látok, te jó ég! Tehát, hogy bronzosítóból kettőt hoztam, és egy lehetséges probléma merülhet fel, hogy az emlékezetem cserben hagy, és sokkal többet fogok felrakni, mint amennyi kellene, mert látni nem látok semmit. A következő lépés a második bronzer, ami inkább kontúr, és ez egy nagyon erős kontúr, úgyhogy remélem, hogy nem lesz belőle sok. Azért a felesleget lesöpröm, biztos, ami biztos, és megpróbálom szépen eldolgozni. És vissza is tértünk, habár azt hittem, hogy az lesz a legnehezebb, hogyha váltogatom a színeket, és kifejezetten egyébként szerettem is volna ezt csinálni, pirosnál fogunk maradni, mert az üti ki a legjobban egyébként az árnyalatokat, és talán azzal van a legnagyobb hibázási lehetőségem. A következő lépés a pirosító lesz, amit úgy oldottam meg, hogy kihoztam az ötféle Kylie-s pirosítómat, amit lehet, hogy tudtok, lehet, hogy nem, ugyan olyan csomagolásban van, és csak a hátuljára van a név felírva, de ezt most nem fogjuk nézni. Jelenleg, ha rájuk nézek, azt látom, hogy ugyanolyanok. Ki fogom teríteni magam elé őket, és megérzés alapján választok egyet. Esküszöm, hogy alig látok különbséget köztük. Ezt választottam, igazából fogalmam sincs, hogy mi alapján, mert közöm sincs, hogy mi ez. Úgyhogy csak reménykedni tudok, hogy jó lesz, főleg egyébként, hogy semmit nem látok, hogy mit vettem fel, és a Kylie-s pirosítók egészen halványok, tehát hagynak teret, hogy játsszál azzal, hogy mennyire szeretnéd erősen felrakni, úgyhogy remélem, hogy nem nyúltam bele a vérvörösbe, mert egy darab van, ami nagyon erősen fog, és az piros. Semmit, de semmit nem lehet látni. Úgy csinálom, mint máskor, és akkor rendbe kell, hogy legyen. Az utolsó lépés az arcomon pedig nem más, mint a highlighter. Ebből is a Kylie-s highlightereket hoztam ki, tekintve, hogy ugyanaz a formátuma, mint a pirosítóknak, ugyanúgy néz ki az összes, úgyhogy rábökés alapján kiválasztom a highlighteremet. A választott highlighter. Remélem jó szint választottam. Ez legalább látszik. A szemöldökömhöz is elő vannak készítve a dolgok, viszont ezt kamerán kívül gyorsan megcsinálom, és folytathatjuk, és tovább az ízgi résszel. Szemöldökök a helyén, és végre elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor elővehetem a palettákat, és megmutathatom nektek, hogy mivel fogunk ma dolgozni. Igyekeztem olyan palettákat összeválogatni, amiket egyáltalán nem ismerek, egyáltalán. Nyilván ez egy kicsit durva kifejezés, de nem használom őket napi szinten. És arra gondoltam, hogy össze fogjuk válogatni a színeket, hogy véletlen se lehessen következtetni egyik szint a másikból. Az első palettám a Jeffree Star Blood Sugar paletta, amit, hogyha megnéztek, a gyönyörű piros rózsaszín palettából egy teljesen natur paletta lett. Ezután, csak hogy maradjunk a témánál, még egy Jeffree Star paletta, Conspiracy, és a feketén kívül nem tudom megmondani, hogy melyik szín melyik. Nyilván itt a nyomásokból és a nevekből sajnos lehet következtetni, de meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa. És végül, de nem utolsó sorban, a paletta, ami elindította ezt az egész trendet, James Charles Sor Morphe. Azt kell, hogy mondjam, hogy direkt nem használtam ezt a palettát, hogy véletlenül se legyen a fejemben, hogy melyik szín hol szerepel. Egy vészhelyzet palettát elhoztam még magammal, Kylie Take Me on Vacation paletta.
Fogalmam sincs, hogy mi lesz ebből, de itt az ideje, hogy elkezdjük. Még egy utolsó lépés mielőtt elkezdeném a szememet, primert teszek fel az egész szemhéjamra, és akkor ünnepélyesen én a Blood Sugar palettával el is kezdeném ezt a sminket, és az első színünk az a Gravity lesz, amit ránézésre, hoppá, ez jól porol, meg nem mondok, hogy mi lehet. Semmit nem látok egyébként, hogy úristen. Ránézésre ez egyébként a palettában az egyik legvilágosabb szín, úgyhogy remélem, hogy nem tévedek sokat. Egy picit elrontottam, ugyanis a két szememet különbözőre szeretném megcsinálni, hogy minél több lehetőségem legyen, és egy nagyon picit belenyúltam a jobb szemembe is, de korrigálom a helyzetet, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Conspiracy-t azt valószínű, hogy be kell, hogy csukjam, mert végignéztem a sorozatot, és a nevek alapján az összes szín tudom, hogy mi az, és véletlenül se szeretnék csalni. Úgyhogy a következő színt a Kylie palettából fogom felvenni, ami megint csak egy nude ...nak tűnik, nyilván, mint minden ebben a színben. És elkezdem vele a mélyítő vonalamat kicsit mélyíteni, és próbálok odafigyelni, hogy mindent szépen feldolgozzak. Ez egy sötétebb barnának néz ki, és elkezdem feltenni a külső V-be. És végül, de nem utolsó sorban, a Blood Sugarből az egyik legsötétebb színnel húzok egy tusvonalféleséget, amit a sarokban kicsit eldolgozok. Ebben a fényben jól néz ki, főleg, hogy nem sok látszik. És ezen a szememen az egyetlen biztos pont a James Charles palettából az egyik highlighter árnyalat lesz, amivel valószínű, hogy nem fogok mellé lőni, és ez fog kerülni a belső egyharmadra egy kis csillogásért. Elfelejtettem, hogy a szempillatömömre milyen színt tettem, de azt hiszem, hogy ez volt az a jobb felső sarokból, és természetesen ez nem maradhat ki, hogy alulra is teszek valamit, amiről fogalmam sincs, hogy mi, de elég sötétnek tűnik. És léphetünk tovább a másik oldalra, ahol az első szín az ez lesz. Fogalmam nincs, hogy mi lehet, de egész jól néz ki, és világosnak tűnik, ami nagy előny. Belső sarokban elkezdem felhelyezni. Következő legyen az alatta lévő szín. Elég világos eddig. Következő az a Jeffree-s palettából lesz egy szín. Ezt elkezdem mélyítő vonalba és felette feltenni. Gőzöm nincs, mit csinálok. Ugyanígy a Jeffree palettából választok egy kicsit sötétebb színt, és elkezdem még jobban kimélyíteni a mélyítő vonalamat, és egy kicsit cicás hatást adni a szememnek. Ugyanezzel a színnel fogok először az alsó szempilla vonalamra is rámenni, csak remélem, hogy egyébként valamit csináltam is. Semmi nem látszik. Váltok egy kicsit kisebb és laposabb ecsetre, ezzel fogom az alsó szempilla vonalamat satírozni. Csak remélni tudom egyébként, hogy kiválasztottam a natúr színeket ebből a palettából. Következő színként a James Charles palettából egy májvás barnának tűnő színt vettem fel, és ezt kezdem el felütögetni. És ha már ez a májvás vonal, akkor azt hiszem,
hogy ez a szín, amit legalul volt a Jeffrey palettába, ez talán jó lehet. Nyilván tudom, hogy köze nincs a színeknek, az igazi színeknek ahhoz a színekhez, amit most látok, viszont azt remélem, hogyha hasonló kinézetűeket válogatok össze, akkor az az igazi fényben is hasonló kinézetű lesz. Szükségem van egy csillogós színre, és a Jeffrey's palettába egy van, ami kifejezetten megragadja a figyelmem, úgyhogy ebből fogok feltenni szemem belső felére. És ezzel azt hiszem, hogy a szemhéj sminkem egy része elkészült. Már csak kell egy kis szempillaspirál, és mehetünk tovább a szájra. És végül, de nem utolsó sorban elérkeztünk a száj részhez, tehát a rúzshoz, aminek két része van. Az egyik az a szájceruza. Itt van előttem három szájceruza, aminek le van takarva természetesen a neve, és ebből kellene eldöntenem, hogy melyikkel is fogom kihúzni a számat, és ennek van ebben a fényben a legszebb színe, úgyhogy lássuk. You smoking fuck is a puff puff pass. You better pass this class. You better take out the trash. You better make this. Abban már most biztos vagyok, hogy nem ez lett életem legszebb szájkontúrozása. Rúzsok közül pedig ezek vannak itt nálam, amik összességében ugyanúgy néznek ki. Az egyik sötétebb, a másik világosabb, de mindegyik barna vagy rózsaszín. Három maradt játékban, nem tudom mennyire látjátok, az egyik az barnásnak néz ki, a másik az egy nagyon világos, a harmadik az pedig egy kicsit rózsaszínesebb verzió, és tudom, hogy a Coco kollekcióból van egy szín, amit kifejezetten nagyon szeretek, egy gyönyörű nude. Most ezt fogjuk feltenni, és reménykedünk a legjobbakban. És ezzel el is érkeztünk ennek a csoda kalandnak a végére, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy megnézzük, hogy mit alkottam, és visszakapcsoljuk a rendes lámpát. Arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy a különböző fényekben hogy nézett volna ki ez a bármi, amit műveltem. És ne felejtsétek, hogy a két szemem különböző színű. Ahogy az elején tettük, most is meg fogjuk nézni a sminkemet nyilván piros színben, kék színben, és zöldben is, te jó ég! Ez egy nagyon rossz ötlet volt, hogy átkapcsoltam a fényeket. Egy kicsit pánikba estem. Most már tényleg nem maradt más, kapcsoljuk vissza a rendes világítást. És még mielőtt bármit is látnátok, szeretném elmondani, hogy én nagyon szeretlek titeket, és értetek csináltam, úgyhogy 3, 2, 1... Mi? What? Te jó ég! Ez nem nude rúzs! Hogy nézek ki, úristen? Több szemhéjfesték szóródott le a szemem alá, mint amennyi a szememen van. Hát úgy néz ki, hogy csak a rózsaszín színeket találtam meg. A többi nem olyan vészes. Jó, ennek örülök. Az arcom egész tűrhető, nem olyan rossz színt választottam alapozónak, úgyhogy ennek örülök, hát a szemeim az fantasztikusak, nem tudok rá mit mondani. És azt azért nézzük meg, hogy ezek voltak a paletták, amikkel dolgoztunk. És természetesen a James Charles.
belenyúltam az összes létező rózsaszínbe. Elmondanám, hogy ezt a szememet ezzel a pinkkel kezdtük el. Van benne ebből a narancssárgából is, te jó ég. Hát ez... szuper. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, és remélem, hogy tetszett nektek. Nagyon izgi volt, hogyha van rá lehetőségetek, akkor próbáljátok ki. És hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!